Ebben a tanulmányban felvázolt... A konferencián először Beretka Katinka egyetemi docens tartott előadást a Vajdasági Magyar Kisebbség Tudományos Kutatóintézetének megalapításával kapcsolatos jogi dilemmákról. Feleli a szervezeti kérdéseket, az alapítót, egyáltalán azt, hogy a kisebbségi tudományosság, mint jogi fogalom felfogható-e, ha igen, akkor annak milyen jelentés tartalma van. Szóval elsősorban jogi módszerekkel dolgoztam. Mester Gyula egyetemi tanára délvidéki magyar kutatók tudományos teljesítményét értékelte. Ma már a H-index szerint osztályozzák, rangsorolják a kutatókat, és örömömre szolgál az a megállapítás, hogy mi itt a délvidéken nekünk nincs mit szégyelni. Nagyon nagyszámú neves kutatónak az adatait mutattam be az eladáson, például Süli Endre, szabadkai származású fiatalember, az Oxfordi Egyetem matematikai professzora. A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács minden évben megszervezi a tudós találkozót. Ez egy jó alkalom, hogy a tagság találkozzon, tartani tudjuk a kapcsolatot, és be tudjuk mutatni, hogy éppen ki mivel foglalkozik, tehát a kutatási területén belül mik a legfrissebb eredményei. Tehát ez az elsődleges cél. Fontos a fiatalokat is bevonni a kutató munkába. Ennek érdekében a magyar tannyelvű tanítóképző karon 9 kutatóműhely működik. Jóformán minden tudományterület fel van ölelve, ahol a hallgatók heti, havi, napi rendszerességgel találkoznak és megfelelő kutatásokat végeznek. A kutatások eredménye pedig már lecsapódik a VMTDK-n, az OTDK-n, meg a különböző diploma vagy master dolgozatokban. Az egész napos konferencia végén a Vajdasági Magyar Tudományosság és Felsőoktatás kérdéseiről tartottak kerekasztal beszélgetést a résztvevők.